Szinte megszavazták a médiaadó módosítását, amit az ellenzéki pártok szerint kifejezetten az RTL klubra szabott a Fidesz. A szavazás előtt Elsimon László, a javaslat előterjesztője azt mondta a parlamentben, az adó elkerülés miatt vezetik be a törvényt. Az RTL klub tavaly csaknem 9 milliárd forintot fizetett be az államkasszába. A módosítást a személyre szabott törvényozás miatt még a Jobbik is bírálta, a többi ellenzéki párt szerint a médiaadó korlátozza a sajtószabadságot. Elfogadja az összegző módosító javaslattal módosított TPER 467-es számú törvényjavaslatot. Felolvasni sem volt egyszerű, de a képviselők tudták, hogy melyik gombot kell nyomniuk. 151 igen, 35 nem szavazat mellett döntött a parlament a június 11-én elfogadott médiaadó módosításáról. Azért kellett változtatni, mert az eredeti törvény kisvállalkozásokra is kivetette volna az adót hirdetéseik után 25 ezer forintos értékhatár fölött. Volt egy másik módosító is, amit az ellenzéki pártok szerint kifejezetten az RTL klubra szabtak. Az RTL klubra alkotnak szabályt, nem először is feltételezem, nem utoljára személyre szabottan alkotnak törvényt. Mondjuk ki világosan, ez az RTL elleni akció. A sajtó nyilvánosság és a sajtószabadság a maguk munkájának korlátozása. Az, hogy kivételes eljárásban tárgyalnak egy törvényjavaslatot, ami lényegében egy cégre, vállalkozásra, még ha multicégre is szabják, semmiképp sem elfogadható. A kritika ellenére a Jobbik megszavazta a módosítást. Kormánypárti politikusok többsége ma kerülte a folyosókat, ahol a tévéstábok is forgathatnak. Fonagy János államtitkár volt az egyetlen, aki válaszolt a kérdésekre. Vannak Magyarországon cégek, befizetik az adóikat, a alkalmazottjaik után is befizetnek mindent. És egyszer csak hopp, kitalunk egy plusz adót valamiért. Hanem a közteherviselés érdekében, aki terhelhető, és aki eddig nem olyan arányba vett, amilyenre egyébként alkalmas. Bent az ülésteremben Elsimon László államtitkár, a törvény gazdája azt mondta, a módosítást nem az RTL klub miatt javasolja. És a reklámadó tisztelt képviselőtársaim ebben az értelemben valamennyi kormányhoz közeli, kormánytól távoli, ellenzéki vagy független médiumot egyaránt érint, egyaránt sújt. Még egyszer mondom, arra kérem képviselőtársaimat, támogassák a javaslatot, az adó alanyok pedig szíveskedjenek a törvényt majd betartani és az adót befizetni. A módosítással az RTL klubnak idén milliárdos nagyságrendű médiaadót kell fizetnie, azon túl, hogy más jogcímeken már több milliárdot fizet a költségvetésbe.